Sziasztok! Itt van velünk a Volvo elektromos, hát igazából kis autója, már amennyire egy 4,2 méteres autó kicsinek mondható. Ez ugye a Volvo teljesen elektromos platformja, ami ugye a kínai anyacégtől érkezett, és ugye ez az EX30 nevet kapta, ugye ő a kisebb, lesz belőle egy nagyobb, egy hétüléses változat, ugye az az EX90. Én azt gondolom, hogy elég új formanyelvet hoz, bár jelentősen Volvos, tehát hogy ránézel, azért egyből megmondod, hogy igen, egy Volvóról van szó, viszont sokkal inkább ilyen monolitikus, egy ilyen sokkal inkább ilyen tömb dizájnja van az egész autónak, és ezzel én azt gondolom, hogy talán egy picit a Range Rover fele megy el a dizájnjelbe, viszont egyértelműen azt gondolom, hogy hozza a Volvos jegyeket, de egy picit, minthogyha így digitalizálnánk, vagy egy picit, minthogyha így pixelesítenénk. Itt van például a torkalapács, ami ugye szintén ilyen kis kockákból áll, hogyha az autó kinyílik, akkor ugye ez gyönyörűen világít. Nagyon-nagyon aerodinamikusra próbálták megformálni az autót, ugye itt van egy kis légrostély, ami így az autó oldalára húzza ki a levegőt. Nincs hűtőmaszk, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesen megoldották, hogy ne legyen. Alul nyitható és zárható ilyen kis légrostélyok vannak, ugye ezek, hogyha nem szükséges a hűtés, akkor bezárnak, hogyha nem, akkor kinyitnak. Nyilván megvan 360 fokos kamera, itt van ugye az első kamera, valamint itt van az összes radar és egyéb parkoló szenzorok. Nyilván LED matrixos fényszóró ilyen kategóriában már ugye ez elvárt. És hogyha megnézzük az autó oldalát, ugye nincs egy nagyon nagy autóról szó, tehát azért 4,2 méter az nem egy ilyen hatalmas dolog. Nagyjából ugye ez egy picit talán, én azt gondolom, hogy az alsó szegmensébe jó a Volvónak, ennyire kicsi autója nincs, ugye e fölött ott van a C40 és az XC40, amivel szintén van elektromos hajtású változat, viszont méreteihez képest brutál nagy 20-tolos kerekek vannak alatta, amivel tényleg ilyen kicsit ilyen koncepcióautós kinézetű az egész dolog, rendes kilincsek vannak, a Volvo megvizsgálta, a vásárlói igények azt mutatták, hogy nem kell ilyen eldugós kilincs vagy benyúlós, ez a rendes, klasszikus, megfogott, kinyílik, működik. Fekete tető, én azt gondolom, hogy ez nagyon illik hozzá, és a belső keret nélküli tükröket már megszoktuk, viszont itt a külső tükör is egyébként keret nélküli, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon dögösen néz ki, ez tényleg valami újdonság, ilyen még nem nagyon volt másik autón. Jellegzetesen Volvo forma, ugye C-oszlopon megvan a lámpa, viszont ugye itt két részre bontották, megmaradt a C-oszlopos Volvo lámpa, már nincs összekötve, viszont itt alatta egy ilyen teljes keretbe foglalva szinte a hátulját, ilyen full ledes, nyilván ilyen átlátszó, én azt gondolom, hogy nagyon dögös dizájnú, szép Volvo felirat, és tényleg ilyen picike, nézzétek meg, hogy milyen kicsi ez a hátsó ablak, de valójában amúgy egész jól ki lehet rajta látni, és az egész autó nem magas, tehát egy simán föllátni a tetejéig, de amúgy, ha egy kicsit messzebb lépünk tőle, akkor tényleg megvan az a feeling, mint hogy amúgy ez egy tök nagy autó lenne, szóval azért vigyázni kell a tükörbe, ha ilyet látsz, akkor lehet, hogy sokkal közelebb van, mint elsőre gondolnád. Ami nem olyan nagy, az a csomagtartó, ugye összesen 380 literes. Egy pillanatra megállunk. Nincs olyan gigantikus nagy hátsó csomagtartó, hiszen mindössze 380 literről beszélünk, amiben egyébként már benne van a padló alatti rekesz is, ide el tudjuk pakolni a kábeleket és minden egyebet. Van 12 voltos csatlakozó, rendes fém rögzítőfüleink, dönthető az ülés, viszont csak előről tudjuk, vagy hogyha ide be tudunk nyúlni, akkor egy gombbal is le tudjuk dönteni az üléseket. Rendes kalaptartó, ezt el tudjuk tenni egyébként alá, és én azt gondolom, hogy amúgy tisztességes méretű, ebben a méretosztályban egész jó méretű csomagtartóról beszélünk, de nézzük is meg belülről az autót. Nagyon ilyen kényelmes, én azt gondolom, hogy kicsit ilyen skandináv nappali feelingű ez az egész belső tér, és rengeteg olyan megoldás van benne, én azt gondolom, hogy egy picit praktikus, de talán egy picit túl gondolt. Például itt van ez a pohártartó, ami alapból így el tudom csukni, tök nagy hely van, át tudok ide nyúlni, kényelmesen elférek. De ha szükségem van pohártartóra, akkor ezt ki tudom nyitni. Ha nem pohártartóra van szükségem, akkor ezt itt szépen el tudom húzni, és itt van egy rendes kis tárolórekesz. Egész praktikus megoldás, én azt gondolom, hogy ilyet sem nagyon láttunk még másik autóban. Ami nem praktikus megoldás, és iszonyatosan idegesítő, tényleg az ember az agyát eldobja, az az, hogy kettő darab ablakemelőnek van itt gombja, tehát még kettő bőven elfért volna, és a hátsót, ahogy a Volkswagen-től, tehát a hülyeség terjed, megnyomom a rear gombot, és azzal vezérlem a hátsó ablakokat. Hú, na mindegy, van ajtónyitó zárógomb is, az is ugye érintőfelület, és ugye ezt itt nyomkodod, de nincs semmi feedback, ezért nagyon idegesít, hogy megnyomod, és most látod, hogy most rear, nem rear, úristen, nem tudom, hogy ezt kitalálta ki, teljesen eldobod az agyadat.
Ami viszont nem újdonság, és én azt gondolom, hogy ebből látjuk, hogy egy picit a Teslára próbál lőni a Volvo, hogy nincs sehol. Egy darab gomb sincs itt a műszerfalon. Se itt, se ott, se amott. Itt sincs gomb. A világítást sem vezérelt gombról, hanem mindent innen középről vezérelsz. A kesztyűtartót is innen nyitod, innen vezérled a csomagteret, innen kapcsolod ki a töltőkábelt, a tükröket is innen menüből állítod, úgyhogy fogod, megnyitod, ugye kimész a homescreenre, bemész az autó beállításokba, beállítások, és akkor itt tudod a kezelő elemeket, a gyors vezérlőkben itt van a tükör jobb bal, de akkor innen tudod állítani, és akkor a kormányról nyomogatod be, innen hajtod be a tükröt, itt hajtod ki a tükröt, mindent innen állítasz. Hát, hogy mondjam, volt ennél szerintem jobb megoldás, tehát, hogy pont a Volvo-nál, aki nagyon a biztonságra törekszik, én azt gondolom, hogy ez egy olyan kompromisszum, hogy tényleg ide kell nézni. Előttünk nincs semmi, tehát nincs egy darab kilométer per óra, nincs head-up display, ami én azt gondolom, hogy egy nagy kihagyott zicser, hanem csak itt figyeli a szemünket ez a kamera, hogy előre nézze le, ha már itt próbálsz állítani valamit az autón, mert rákényszerítenek, hogy állíts valamit az autón, már akkor is szól, hogy vezetésre figyelj, állj félre, és akkor úgy állítgasd. Hát, hogy mondjam, azért volt ennél jobb Volvo beltér. Minden esetre én azt gondolom, hogy dizájnban amúgy nincs vele probléma, tök jó letisztult, tényleg ilyen nagyon minimalista, nagyon visszafogott. Mégis én azt gondolom, hogy jó megoldások vannak benne. Jó itt ez a kis furcsa anyag, ilyen szövet, vagy ilyen újrahasznosított anyag az a műszerfalon. Nagyon jó minőségű, tényleg ez puha, nem kopog. Jó itt ez a nagy hangszóró rács, és ugye megvan ez a hangszóró szövet is rajta. Ami gyakorlatilag ugye tényleg benne van is egy hangszóró, és egy ilyen speciális megoldással amúgy nagyon jó mély hangokat tud azt ott sugalni. Itt jók ezek a kis légrostélyok, nézzetek meg, ilyen szép kis üvegcucca van kirakva, ez is ilyen kis üveg, jó mozgatni, elég finom, tehát jó minőségű, tényleg azt érzed benne, hogy azért át van gondolva, jó minőségű. Lent itt van egy vezeték nélküli telefontöltő, itt egy ilyen kis gumi, ami oda is fogja a telefonodat, így nem repked meg, nem izél. Itt ezt ki tudod így nyitni, itt van alatta rendes USB-C csatlakozó, ilyen kis rekesz papírnak ide be tudsz tenni egy rágót, meg ilyesmi, de túl magas dolgokat nem, erre tudod csukni, akkor erre is tudsz pakolni. Van egy ilyen rendes könyöklőnk, ez ugye nem mozgatható előre-hátra, de én azt gondolom, hogy elfogadható. Finom, nézzétek meg, ez ugye igazi gyapjú ülés, ez a bőrülésnek úgymond a vegán verziója, hiszen ugye itt nincs felhasználva semmi állati eredetű, ez egy ilyen speciális gyapjú, de én azt gondolom, hogy ez már egy tök elfogadható cucc, nyilván fűthető, szellőztethetőnek nem szellőztethető, és ami nagyon-nagyon jó pofa, itt az ülésen van egy kis védzászló, hogy azért érezd, hogy ez egy rendes védautó. Nyilván elektromosan állítható memóriás ülés, nincs ezzel probléma. Amivel még szintén nekem egy kicsit talán problémám van, az maga a kormány. Ugye már nem gyártunk kerek kormány az már nagyon 2020, az, fú, az már ciki. Már minden szögletes legyen egy kicsit, tehát hogy annyira digitalizálunk, hogy már a kereket is szögletesre csináljuk. Ez egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy 4 szög alakú kormány, vagy 6 szög, vagy valami ilyesmi. Ezzel nem is lenne baj, mert elég jó fogása van, jó itt ez a kis bőrözés is rajta, tényleg teljesen oké, és viszont itt ez az érintő gomb, ez nekem nem. Tehát, hogy nem full érintős, hanem így le kell nyomni, de valahogy úgy az egésznek van egy ilyen nem olyan kellemes feelingje, plusz ugye ilyen fényes fekete, tehát a por, az új lenyomat és minden egyből látszódik rajta, tényleg az ember ideg összeroppanást kap ennek a törölgetésétől. Ja, van itt rendes ugye kis bajusz kapcsolónk, itt van ugye az üzem, tehát ugye az, hogy a menetválasztó, ugye DNR és ugye a P, hogyha megnyomjuk a gombot, ha kétszer lehúzzuk, akkor pedig bekapcsol a Pilot Assist, ugye ami a Volvónak gyakorlatilag az önvezető, vagy hát idézőjelesen önvezető módja. És nagyjából ugye ennyi ez a beltér, például nézzétek meg ezt a kilincset, hogy mennyire jól néz ki, szerintem ez is egy tök jó, tök okos megoldás, és igazi fém, tehát hogy nem spóroltak az anyagon, azért próbáltak minél minőségibbek lenni, de nézzük is meg hátul. Elektromos autóknál én sokszor szoktam hiányolni, hogy az autó ellen nem nyitható, és itt is ugye, ha kétszer meghúzzuk a belső kalandjút, akkor látjuk, hogy itt van egy hatalmas műanyag, viszont
Itt van egy picike kis tároló reke, szóval tökéletesen elfér egyébként a töltőkábel, ezért, hogyha hosszabb útra megyünk, és hátul telepakoljuk a csomagteret, ide bedobjuk a töltőkábelt, és akkor nincs az, hogy kibe kell pakolászni a csomagokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ötletes megoldás, meg azért úgy látjuk, hogy úgy minőségileg is nagyon jól össze van rakva az autó, nem spórolták el a fényezést, oké, itt már lak nem jutott rá, de szépen minden minőségileg le van fújva, nem csak így bele van ködölve. Tehát nagyon-nagyon jó minőségűen össze van rakva ez az autó. Beülünk hátra, azért érezzük, hogy tényleg egy kisebb méretű autóról van szó. Giga nagy hely nincs, de én azt gondolom, hogy egész kellemesen el lehet férni. Nagyjából egyébként kb. Mint a Fiat 600-ba, vagy egy Mazda CX-30-ba, hogy tudjuk belülni a méreteket. Nincs ugye középen pukli a padlóba, tehát a középsülésen is egész jól el lehet férni. Nyilván Isofix csatlakozó megvan a két szélső ülésen. Itt középen van elektromos ablakkapcsolónk, van két USB-C csatlakozónk, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon elegánsan és szépen lett ide integrálva, ez szép. Itt van egy kis tároló, hát nem tudom, mit tudunk ide betenni, de valaminek van. Ez kivehető, és de vissza is tudjuk tenni, hát nem teljesen értem, de mindegy legyen. Van itt rendes kis párnázott ülészsebecske, itt van a telefonnak is egy tartó, tehát hogy a töltőre tesszük, ide be tudjuk tenni, itt mutatom, inkább itt jobban látjátok, van egy ilyen kis zsebecske, de pont befér egyébként simán egy telefon, teljesen jól használható, itt jól ki van párnázva az ülés hátulja, és ugye ki van belőle vágva, hogy a térdünk jobban elférjen, elfér a lábunk is, viszont egy picit úgy ülök, hogy így a nyakamba így föl lenne húzva a lábam, ugye az ülés hátulja eléggé le van eresztve, eleje fel van emelve, ugye ez azért van, mert itt van a padlóba ad rengeteg kis akucella, és hát emiatt ugye kicsit kisebb a hátsó tér, viszont ami jó hír, hogy nem fogyott el a minőség sem itt hátul, tehát az ajtó teteje ugyanúgy puha, ez a szövet ugyanúgy megvan, ugyanúgy fém a kilincs, és van egy hatalmas panoráma tetőnk, ami ugye nem nyitható, de azzal, hogy fekete szövet van az autóban, nagyon-nagyon még így is én azt gondolom, hogy ilyen nagyon levegős és nagyon szellős terünk van, egyáltalán nincs az a szűk érzet, még akkor sem, hogyha az ablak íve viszonylag fölfele ível itt hátul, egyáltalán nem rossz, plusz, hogyha lehúzom, szinte, tehát hogy teljesen lemegy, ezt ugye a gyerekek szeretik, és ugye nem az van, hogy megállít, hanem teljesen kinyitható az ablak, ez ugye sokaknál fontos szempont, és simán vissza tudjuk húzni. Azt gondolom, hogy rendben van ez itt hátul, nyilván nem egy nagy autó, de teljesen kényelmes és jól használható. Az X30 én azt gondolom, hogy egy egész nyugodt, ilyen kiegyensúlyozott, tényleg én az tényleg egy ilyen nagyon optimális városi autóként lett hangolva, és az érezhető akár a futóművén, akár ugye magán a gyorsuláson, bár azért nem panaszkodhatunk, mert a 100-at azt egyébként 5,4 másodperc alatt eléri. Tehát hogy azt nem mondanám, hogy egy lassú autó, ugye a hosszú, tehát hogy a hosszabb hatótávú hátsó kerékhajtás, ugye létezik belőle amúgy egy összkerekesebb, egy összkerékhajtású. Az EX30 így érezhetően azért én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon praktikus, kellemes, kényelmes városi autónak lett hangolva, és ez valahol mindenhol érződik. Érződik egyébként magán a futóművén, érződik a kormányzáson, érződik, ahogy az autó viselkedik, és tényleg próbál nagyon-nagyon csendes lenni. És városi tempónál tényleg ez az 50-70 között, én azt gondolom, hogy tényleg elég csendes az autó. Autópályán leginkább én azt gondolom, hogy magát a gördülési zajt lehet hallani, aminek ugye ezek a speciális 4 évszakos gumiabroncsok valószínűleg leginkább az okai, egy, gondolom egy normál EV nyári gumival sokkal csendesebb lenne az autó. Én azt gondolom, hogy így is egy kényelmes és abszolút érezhető, hogy azért ez nem egy ilyen belépő modell, ez nem egy ilyen olcsó autó, bár amúgy az ára az ahhoz képest, hogy ez egy elektromos autó mekkora hatótávval, mekkora akupakkal, azt gondolom, hogy még így is kedvező, de erre térjünk vissza. Viszont önmagában én azt gondolom, hogy egy csomó olyan megoldást hoz, ami egyrészt egyedülálló ebben az autóban, például ezek a külső keret nélküli tükrök, ugye ez a nagyon ilyen érdekes, hogy ilyen üvegkerettel körbevett belső tükör. Ugye maga az, hogy egy kicsit ilyen tesztlás is próbál lenni, tehát nincs műszeregység, és ide középre van minden csoportosítva. Ez is én azt gondolom, hogy egy kicsit így különlegesebbé teszi, nagyon letisztult, tényleg ilyen skandinávosan minimalista dizájnja van az autónak, és még egy szintet emelt a korábbi minimalista Volvo dizájnon. És így összességében én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon egyedi életérzést hoz. Az, hogy ez kinek jön be, kinek nem jön be, ezt nem biztos, hogy meg kell ítélnem, de én azt gondolom, az, hogy már valamilyen mer lenni, már mer egy kicsit különbözni az átlagtól, ez számomra abszolút egy pozitív
hozadéka ennek az autónak. A középső kijelzőről egyébként azt mindenképpen el kell mondani, hogy tényleg nagyon gyors, nagyon responszív, látszik, hogy van mögötte vas, jól van optimalizálva a szoftver, nem kínlódik, nem gondolkozik, ha oda nyúlunk, működik, rendben van. Az, hogy mindent erről kell vezérelni, ez meg ugye egy adottság, valaki szeretni fogja, én speciál nem, de én elfogadom azt is, hogy valaki szerint ez így jó, a Teslákat is nagyon sokan szeretik, és azért erre a vonatra, vagy erre a hype-ra próbál felülni ez az autó is. Maga a térkihasználáson azt gondolom, hogy egészen rendben van. Vezetési élményben ugye 5,4 másodperc alatt 100-ra felgyorsul az autó, abszolút érezhető, kellemesen, dinamikusan megindul, ugye ő az a hosszú hatótávú, tehát az extended range, viszont ugye csak hátsó kerék hajtású. Ez ugye kb. 280 lóerő és 350 Nm, 354 egész pontosan, ami ugye instant rendelkezésre áll, és ez azért figyelni kell, mert hátul hajt, és hogyha például fehér aszfaltra egy picit így jobban oda nyomunk, azért egy picit még egy kipörgésgátlóval is kirakja a fenekét, anélkül pedig amúgy egész szépen lehet vele akár még játszani is, tehát hogy ezzel sincs igazán probléma. A kormányzása az pont kellően, én azt gondolom, kellő súlya van a kormánynak, úgy nem az van, hogy így tekergetjük, és mint hogyha csak így a levegőt, vagy ilyesmit mozgatnánk, hanem úgy tényleg érezzük, hogy itt megmozgatjuk a kerekeket. Visszajelzés az nem, azért nem mondanám, hogy így nagyon van az útról, mert nem, de arra, amire egyébként kell, tehát hogy pont érezzük, hogy csinálunk vele valamit kellemesen, jól lehet vele közlekedni, könnyű vele parkolni, ugye nem egy nagy autó, de ugye eleve 360 fokos kamera, parkoló radarok, meg úgy jól érzed az autónak a dimenzióit, kanyarodni, ilyesmi, tök jó vele. A 20-szoros kerekek ellenére amúgy kellemes a rugózás van. És hát mint elektromos autó is, én azt gondolom nyilván mindig azt szokott az első kérdés lenni, hogy jó elektromos autó, mennyit megy el egy töltéssel. És ez nagyjából ilyen 450-500 km, attól függ, hogy hol használjuk autópályán, ez inkább egy ilyen erős 300 lesz, de ugye olyan nagyobb aksis verzió, tehát azért én azt gondolom, hogy itt már a hatótáv sem olyan para, mint ahogy az sokszor volt, és egyébként nem is lehet olyan lassan tölteni, tehát akár 150 kW-os töltőt is, ugye, tehát onnan is fel tudja venni a töltést, így az a iparági standard 10-80% egyébként 25 perc alatt megvan, tehát ugye autópályán is egész jól el fogunk vele tudni közlekedni, 90% egyébként, 90%-ig egész magas töltési sebességet engedélyez amúgy az autó, a fölötte lévő 10%-ban van ott, ahol visszaveszi, hogy az akkumulátor ne károsodjon, és ugye erre is próbál odafigyelni. Ugye nyilván az Android automatív rendszere fut már rajta, hogy az összes többi Volvon, meg kell szokni, tök jól le lehet tölteni alkalmazásokat, a Waze-t is le tudod tölteni bármilyen, amit szeretnél. Furcsa nekem, hogy nem CarPlay van az autóban, és egyébként nem is ajánlja fel, nem is tudja a CarPlay-t. Én azért szeretem, hogy látom például, hogyha van notification-om, vagy ilyesmi, biztos ezt is meg lehet szokni, lehet, hogy le lehet tölteni ugyanazokat az alkalmazásokat. Megszokást igényel, de én azt gondolom, hogy tényleg egy stabil, nagyon jól optimalizált rendszerről beszélünk. Ugye az alaptöltés az ugye 11 kW, csak hogy erre is visszatérjünk. Ugye 150 kW-tal tud gyors töltőn DC-n tölteni, és opcionálisan elérhető egyébként hozzá a 22 kW-os fedélzeti töltő, ami ugye AC-ról megy. Ez, hogyha sokat járunk így városban, vagy például nem tudjuk otthon tölteni, akkor ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció, hiszen az alapvetően ilyen 5-6 órás 0-100-as töltést, inkább 7, ami ugye a 11 kW-os töltőről, ezt ugye le tudja felezni 22-vel, és azért városban nagyon-nagyon nem mindegy, hogy rácsattintjuk a 22-es töltőre, ami ugye Magyarországon nagyon-nagyon sok van belőle, és ott tényleg a maximális töltési sebességet fel tudja venni, vagy pedig ugye a 11 kW-oson szűtjük egy kicsit az autó, az azért sokat számít, vagy ugye tényleg sokat megyünk és otthon is töltjük, ott is ugye a 22 kW-ost fel tudjuk pakolni, ugye az már három fázisú, ugye erős áramú töltő, de azért a sokat számít, és ugye ez a magasabb felszereltség ebben már ugye alapból jár. És hát ugye nyilván egy ilyen 400 voltos architektúra, hogy általában az ilyen autók, tehát hogy nagyjából én azt gondolom, hogy a várható dolgokat hozza, most azért lehet hallani, hogy egy 90-es tempónál már ezzel a gumival egy kicsit nagyobb a gördülési zaj, de
de amúgy egészen egyben van ez az autó. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki egy alternatív prémium autót keres, vagy én azt gondolom, tehát ez a 15-20 millió közötti elektromos autót, aminek nem kell túl nagynak lenni, mert azért ez csak egy 4,2 méteres autó, tehát hogy első számú családi autónak azért már lehet, hogy szűkös több gyerekkel, de én egy gyerekkel még azt gondolom, hogy ez egy teljesen vállalható méret. Jól használható, vezetéstámogató rendszerekben is ugye kiemelkedően jó a Volvo. Tényleg megvan benne az a biztonságérzet, hogy olyan tömör, olyan masszívnak tűnik az autó is. Jó a töréstesztje, tényleg az önvezető rendszer is, hogy hát önvezető rendszer azért azt mindig kezdjük, tekintjük felvétellel, a vezetéstámogató rendszer, inkább így mondom. Az is nagyon jól működik, tartja a sávot, tartja a tempót, nagyon szépen követi az autót, nincsenek ilyen össze-vissza kormányzások, tényleg beáll a sáv közepén, szépen megy, csak figyelnünk kell az útra, ugye itt figyeli az autó, hogy figyeljük-e, nyilván fogni kell a kormányt, mert jogszabályi követelmény, amúgy képes lenne ennélkül is működni. És hát, hogy össze kéne foglalnom ugye az autó, ugye mondtam, hogy az áráról később beszélünk, ugye ez a konkrét teszt példány a nagyobb távú aksival, elég fullos felszereltséggel, ez 19,5 millió forint. Ami nyilván nem kevés pénz, de hogyha belegondolunk, hogy mekkora hatótávot, azért ez egy prémium autó, milyen minőséget képvisel, én azt gondolom, hogy nem egy rossz ár érte, viszont amúgy 14,5 millió forinttól indul az EX30, ami pedig már azért erős konkurenciája tud lenni ilyen átlag gyártóknak, például egy Hyundai Kona, vagy egy Kia Niro-nak már, és ugye hatótávban is elég közel áll hozzájuk, bár ott a kisebb aksisnál azért jobb, valamennyivel kevesebb hatótávval érdemes számolni. És az tényleg összességében ez egy nagyon-nagyon jól összerakott, jó minőségű, igazi ilyen skandináv prémium termék, és én azt gondolom, hogy azért egy nagyon-nagyon szerethető darab is tud lenni. It sound right, boy.